Ebből a szuper könyvből, Öveges József professzornak a Kísérletezünk és Gondolkozzunk könyvéből hoztam nektek most kísérleteket. Ezeket egyébként otthon is el lehet végezni. Ilyen egyszerű, de nagyszerű kísérletek. Először kezdjük is azzal, vizsgáljuk meg a testeknek a tehetetlenségét. Van most nekem itt egy papírlapom, rajta ez a téglatestem. Ugye, hogyha ezt szépen lassan, egyenletesen húzom, akkor ez a téglatest együtt mozog a papírral, hiszen a súrlódás a papír és a téglatest között az elég ahhoz, hogy ezt mozgásba hozzam. Azzal biztosan tisztában vagytok, meg már biztos átéltétek, hogy álltok a buszon, és a busz egy piros lámpánál nagyon gyorsan elindul. És ez egy kicsit rossz lett, mert meg is álltam, kezdjük újra. Szóval nagyon gyorsan megindul a mi buszunk. Nyilván hátrafelé fogunk dőlni. Mi történik ilyenkor? Padlóval, ez esetben a papírlappal, ugye van egy ilyen súrlódási erő, ez tart minket a talajhoz, viszont a testünk teteje, a téglatestnek a teteje a tehetetlenségéből adódóan pedig maradna nyugalomban, és így hátra fog dőlni. Mi történik, hogyha nagyon gyorsan megállunk? Nyilván ez is egy kicsit evidens, de megyünk szépen a busszal, és hirtelen megállunk. A fordítottja fog történni, a testünk szeretne előrefelé menni, viszont a talpunknál fellép ez a súrlódási erő, és előrefelé bukunk. Na de hogy valami trükköt is mutassak nektek, amit aztán majd később be tudtok vetni esetleg bármilyen partin. Ki lehet használni a testeknek a tehetetlenségét, például egy ilyen trükkhöz, amikor fogunk egy poharat, ráteszünk bármilyen tárgyat, itt lehettek kreatívok, én most itt egy pénzérmét választottam, és egy kártyára helyezzük. Hogyha ezt a kártyát én ügyesen megpöckölöm, akkor a kártya és a pénz között a súrlódás, ez nem lesz elég ahhoz, hogy a pénzérmét is mozgásba hozza, és bele fog esni a pohárba, ha ügyes vagyok, úgyhogy drukkoljatok nekem. Ez általában egy olyan trükk, ami össze szokott jönni, úgyhogy ezt bátran ajánlom mindenkinek. És még van egy trükk a tarsolyomban ezzel kapcsolatban. Mit csinál a fizikus, ha nem tetszik neki az alátét, és még nincsen benne a leves a tányérjában, ez nagyon fontos. Hát tudja, hogy azért ezek eléggé nehezek, test tehetetlenségéből adódóan, hogyha nem véna és jó napja van, és nagyon gyorsan megrántja ezt, akkor nem fogja valószínűleg széttörni a terítéket úgy, hogy most nagyon ráfeszülök, és siker! Egy kicsit én is, pedig nagyon sokszor megpróbáltam. Szóval itt is az a lényeg, hogy az alátétem és a testek között lévő súrlódási erő, az nem elég ahhoz, hogy ezt elindítsa, sokkal nagyobb az az erő, amivel én meghúzom. Na de, ezt sokan elfelejtik, hogy a mozgásban lévő testek is tehetetlenek, tehát a test szeretné majd folytatni az egyenes vonalú, egyenletes mozgását, hogyha nem hat rá, ugye, erő, ezt is megbeszéltük, vagy annyira, mint amennyire hat rá erő. Jó, tehát most van itt egy ilyen szép, sima felületű tollam, és én ezt mozgásba hozom, majd meg fogok vele állni, a papírlapot nem fogom tovább húzni, és azt látjuk, hogy ez tovább gördül. Nyilván a gördülést akadályozó súrlódás az kisebb, mint a csúszást akadályozó, ezért lehet az, hogy ez tovább gördül, de például, hogyha mondjuk jégpályán vagyunk, ez majd lassan aktuális lesz, akkor hogyha ott meglökünk valakit, akkor ő is eléggé sokáig siklik. Ezt szerettem volna megmutatni, úgyhogy megnéztük Newton első törvényét, a második törvénnyel is foglalkoztunk, hiszen minél nagyobb erővel kellett megrántanom a dolgokat ahhoz, hogy nagyobb gyorsulást érjek el. És szeretném bemutatni kettő önkéntes segítségével a hatás-ellen-hatás elvét. Kötelet kell fogni, székben kell ülni. Remélhetőleg nem történik semmi baj. Na, két jelentkező? Senki? Egy, kettő, jól van, gyere!
Azt szeretném kérni, hogy ezt a széket húzd magadhoz. Úgyhogy erre felé vigye majd. Te ülj ide ebbe a székbe. Meg kell fogni majd a kötélnek az egyik végét, viszont én azt mondom, hogy így fogd meg, hogy ne vágja meg a kezed, jó? Oké, neked is adok egy töltsin. Nyugodtan ülj le. Tessék. Jó, és azt szeretném kérni, hogy az egyik őtök csak tartsa a kötelet, mondjuk te csak tartsad a kötelet, te pedig kezd el húzni a másik embert. Úgyhogy nyugodtan így hozd be a kötelet, jó? Jó erősen fogjad. Akár még az is lehet egy jó... Hát, én betenném alá a törcsit. Jó. Megpróbáljam én? Tekert fel nyugodtan a kezedre. Jó? Valakinek van-e valami tippje, hogy mit szerettünk volna ezzel szemléltetni? Newton harmadik törvénye. Mit vártunk? Minek nem örültünk volna? Ugye azt vártuk, hogy... Na haragudj, mondd a nevet, kérlek. Balázs. Hogy Balázs ugye most itt elkezdi húzni ezt a kötelet, de akarva akaratlanul ő is el fog indulni, hiszen rá is hat ugyanakkora erő, mint amekkorával húzza. Neked mi a neved? Dani. Danit. Jó? Köszönöm szépen! Tapsoljuk meg őket, nagyon bátrak voltak. Hagyjatok csak mindent, hogy nyugodtan. Jó, és utolsónak pedig egy különlegességet hoztam, egy picit elpakolok, hogy semmi se takarja ki ezt a nagyon különleges berendezést, ugyanis ezt halálkarikának is szokták hívni, és Ötvösnek az Ötvöse készítette Ötvös számára. Azért gondoltam, hogy ezt most itt bemutatom nektek. Mert volt a kezdőfeltételekről, a kezdősebességről is szó, hogy ezek milyen fontosak. Na már most a hullámvasútnál talán ott tudjuk a legjobban értékelni ennek a fontosságát, hiszen az, hogy átérünk ezen a karikán, ez nagyban függ attól, hogy mi milyen sebességgel indulunk ebbe a karikába. És azt pedig úgy tudjuk elérni, hogyha egy bizonyos magasságból indulunk, ezt ki lehet számolni, de nagyon sok képletet láttatok ma már, úgyhogy ezt most nem fogom nektek megtenni. Jó? Nézzük meg, hogyha mondjuk innen indítom, akkor mi történik? Nem volt elég a kezdősebességem. Ha ez most egy hullámvasút lett volna, akkor az emberek lehet, hogy hát ha nem is meghaltak volna, de balesetet biztosan szenvedtek volna. Viszont... Egyébként látszik, hogy egy picit ki is van járatva. Nem egészen. Majd szólok, hogyha sikerült kísérletileg megcsinálni a Norton kupolát. Mostantól ezen kell dolgoznia mindenkinek, aki itt ül. Szóval, hogyha innen magasabbról indítom el, akkor elég lesz a kezdésebességünk. Majdnem. És átérnek. Én ejtettem most már le őket. De ennek a kísérletnek az volt a lényege, hogy tényleg mennyire fontos, hogy milyen kezdősebességgel, milyen kezdőfeltételekkel indulunk el. És igazából ennyit szerettem volna nektek mutatni ma. További jó éjszakát kívánok nektek, és hallgassátok az LTTTK Science Podcast-et. Minden csütörtökön. Sziasztok!